Ők informatikai távközlés tagozatú technikumi osztály, az osztályfőnök Bendik Asztalos Ildikó. Ide járt a világ legokosabb biológia tudósai, akik az iskola laboratóriumában egy szuperkritikus kísérletet végeztek. Egy fiatalokat megtámadó, ősidők óta jelenlevő allergiás megbetegedés az iskola undor nemű tünet együttes elleni szer kifejlesztésén munkálkodtak. A betegség jellemző tünetei reggeli álomkor, ami sokszor egész nap végigkíséri a pácienst. Szelektív hallás, ami csak a kicsengetésre koncentrálódik, míg a becsengetés hangját a beteg nem hallja meg. Fokozott tétvágy leginkább a tanórákon, ami során a páciens hozzászokik az ugevéshez, ami akár egész életén végigkísérheti. Motiváció elvesztése, érdeklődés hiánya, a trigonometrikus egyenletek, az ekrogák új klasszicista politikai és egyéb a mindennapi életben gyakran használt tudásra vonatkozóan. Fokozott vágyakozás a hazafelé induló tömegközlekedési eszközökön. A tünetegyüttes megszüntethető lehetne egy szájon át beadható vakcinával, mely erőteljes tutti-frutti ízvilágával hasonló az energiaitalhoz. Ezáltal nagy arányú immunizálás lenne elérhető. Így elérkezhetne egy idilli állapot, melyben mindenki tudásra szomjasan, boldogan kipihenteni lehetne a gimnazisták életét. De hová lenne akkor az az izgalom, amit egy diák akkor érez, amikor órának ad alatt tömi magába a hamburger, vagy éppen a legfrissebb TikTok videókat szemléli a Pitagorosz tétel elemzése helyett? Mi lenne, ha mindenki imádna iskolába járni? Ez a jövőkép szörnyű, elképzelhetetlen következményei lennének. De még szerencse, hogy ebbe a gimnáziumban járnak a legbátrabb, legelszántabb belügyrendészetes diákok, akiknek két beépített emberük kiszivárogtatta a laboratóriumban zajló titkos kísérleteket. Küldetésük tehát, ez a szörnyű vakcina kifejlesztésének megakadályozása, ezáltal az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény megelőzése. A hosszú titkos szolgálati tevékenység meghozta a gyümölcsét. Felderítették a titkos laborból létét. A 9 belügy is a terrorellenállítási központ kiképzett kommandósait megszégyenítő módon körbekerítette a helyszínt, és önvédelem órán tanult fogásokkal átalmatlanította az elkövetőket.
és valahogy a társaság fele a Gucci-boltnál kötött ki. Ezért Oti néni kétszer kapott szívrohamot egy nap alatt. Bár a pénteki korizásnál egész koncentráltak voltunk, de azt mondja, hogy a Balatonra nem mehetünk ezen a nyáron, mert fél, ha azt mondja, ússzatok ki, mi befelé fogunk úszni. Mindezek ellenére igyekszünk büszkévé tenni osztályfőnökünket, már nyelvi versenyen is voltunk a Miskolci Egyetemen, és itthon részt vettünk nyelvtan, irodalom, matek és töri versenyeken is. Nyelvesek vagyunk, de nem mindenki bölcsész, hanem keményen dolgozunk azért, hogy leendő mérnökök, művészek, orvosok, vagy majd Oti néni megmondja, mik váljanak belőlünk. Most szeretnék magunkat részletesen is bemutatni. Andor Fischer, aki 8 évig tanult németet, mégis angolból lett nyelvvizsgája. Bartovics Panna, a hangos selfie királynő. Béres Anita, aki megszállotta nőzi a spinninget. Bolló Máté Péter, aki csoda folytán érti a kémiát, de ezzel egyedül van. Bóz Martin, aki köztünk a legszerényebb. Dékan Maja, aki általában a tündérek világában él. Derecskei Miléna, aki szívesen körbetáncolná a világot napi 20 óra alvással. Gonett Gitta, aki csendesnek tűnik, közben pedig csak megfontolt. Horváth Áron, a három harkányi testvér közül a legelviselhetőbb. Kavai Kiara, akinek ami a szívén, az a száján. Komcsák Lórend Szabolcs, akinek a tehetségét az X-faktorosok is megirigyelnék. Kovács Péter, akinek Nike cipőre telik, de tóra nem, mert mindig tőlük kér. Krisztián Lilian, több pipa van a ruháján, mint a matek dogáján.
Kunder Botond, a nagyszájú karate kölyök. Kunder Léla, ha hallod, hogy egy lány a büfét kisboltnak hívja, és gumicukor van a kezében, az Léla. Májer Levente, aki a legtürelmesebb közülünk, mert ő Boldi pattársa. Makoldi Réka, akinek nincs sok szabad ideje a hegedű, a néptánc és a sok utazása miatt, így arra se jutott ideje, hogy ide kitaláljon valami rendes szöveget. Márkus Noémi, aki az osztályvédelmezője és néha agresszív. Molnár Réka, az ikonikus Béka Réka. Natkó Dorina, ő mindig meglepődik, ha 100%-os lesz a dolgozata, de ötösnél nincs rosszabb jegye. Orosz Balázs, aki késő érkezett az osztályba, de valahol még mindig ott jár. Pap Jonka, aki mint látszik egy bodybuilder. Poruszki Anna-Mária, aki negyedik testvér lévén a legfiatalabb, így utolsó Poruszki a TMG-ben egyenlőre. Róna Völgyi Kitti, aki függője a fantasy filmek. Stone Boldi Zsák, az osztály örökbefogadott Ohio négere. Stone Hilda, aki nem rokon a Boldinak. Takács Laura, ha támogatásra szorulsz, fordulj hozzám bizalommal. Temető Zsófia, akinek nevetése viccesebb, mint maga a vicc. Tutor Hanna, aki összeköt minket az egész sulival, mert minden osztályban van ismerőse. Vajtó Jenő, akinek a magassága fordítottan arányos az egójával. Megyek, szólok neki, mert letelt az 5 perc. Várjál még! De akkor én kapok beírást. Biztos kávézik. És ha nem iszik elég kávét, akkor migrént kap? Jaj, ne! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi ez a tanakodás? Mi veszekedtek? Annyit szeretnék kérdezni, hogy mi a helyzet a 9-es bemutatkozó tánccal. Mi a helyzet? A 9-es bemutatkozó tánc? Igen. Shut up! And that's in me! Do up and 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 do up
Csak a
Thank you.
Nagyon örülök annak, hogy ahhoz képest, hogy az éppen az utolsó tanítási napon vagyunk itt most az iskolában, sokan eljöttetek. Köszönöm szépen a 9. évfolyam valamennyi osztályának és osztályfőnökének természetesen a műsort. Nagyon jól szórakoztunk, és bízunk benne, hogy talán még egyszer még látjuk majd őket, akár ebben az évben is egy kicsit feleleveníthetjük ezt a szokás és ezt az eredményt, ezt a produktumot. Köszönjük szépen a 9. ének az új, komoly értékkel bíró valutát. Tehát aki még nem jutott hozzá, itt néhány még van a Földön, úgyhogy igyekezzetek beszerezni, nagyon sokat ér majd, nem sokára. Én egy rövid kis történettel szeretnék mindenkinek kellemes karácsonyt, illetve boldog karácsonyt kívánni. A szeretet mindent megold. Egy asszony kijött a házból, és három hosszú, fehér szakállú öregembert látott üldögélni az udvaron. Nem ismerte őket. Így szólt. Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek látszotok. Kérlek, gyertek be, és egyetek valamit. A ház ura itthon van? Kérdezték. Nem, válaszolta az asszony. Nincs itthon. Akkor nem mehetünk be, felelték. Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki, mi történt. Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be őket. Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket. Együtt nem mehetünk be a házba, felelték. Miért nem? Kérdezte az asszony. Az egyik öreg magyarázatba kezdett. Az ő neve Jólét, mutatott egyik barátjára, majd a másikra mutatva azt mondta, ő a siker, és én vagyok a szeretet. Majd így folytatta, most menj vissza a házba, és beszélj meg a férjeddel, melyikünket akarjátok behívni. Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott. A férj megörült, ez nagyszerű, mondta. Ebben az esetben hívjuk be Jólétet. Hadd jöjjön be, és töltse meg a házunkat Jóléttel. A felesége nem értett egyet. Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább sikert? A menyük eddig csak hallgatta őket, és most előállt saját javaslatával. Nem lenne jobb a szeretetet behívni? Otthonunk meg kellene szeretettel. Hallgassuk a menyünkre, mondta a férj a feleségnek. Menj és hívd be szeretetet, hogy legyen a vendégünk. Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget. Melyik őtök szeretet? Kérlek, gyere be, és legyél a vendégünk. Szeretet felállt, és elindult a ház felé. A másik kettő szintén felállt, és követték társukat. Az asszony meglepve kérdezte, Jólétet és sikert. Én csak szeretetet hívtam. Ti miért jöttök? Az öregek egyszerre válaszoltak. Ha Jólétet vagy sikert hívtad volna be, a másik kettőnek kint kellett volna maradnia. Mivel szeretetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is vele tartunk. Mert ahol szeretet van, ott megtalálható a jólét és a siker is. Ezzel a kis történettel kívánok mindenkinek áldott békés ünnepeket, és majd az új évre sok sikert eredmény. És a meglepetés, amiről Oti néni beszélt, az, ahhoz kérem szépen, hogy a kollégáim fáradjanak ide hozzám. Van, aki már várta, igen, most is dallal szeretném kedveskedni nektek, kettővel is.
Zsuli!